Kertvárosi iskola környékével kapcsolatban több lakossági észrevétel is érkezett, többek között az itt parkoló mozgópékség miatt. Ugyanis mindamellett, hogy jelentős területet foglal el a jármű a parkolóból, balesetveszélyes is, mert a gyerekek általában körültekintés nélkül rohannak át hozzá az úttestem. Az elképzelések szerint a mozgóbüfének a közterület használati engedélye december 31-én lejár, és utána lehetőség van arra, hogy áthelyezzük egy másik olyan helyre, ahol a lakók megtalálják a vásárlás céljából. A gyerekek úgy tudnak vásárolni, hogy ne kelljen balesetveszélyes környezetben mozogniuk, és mindenki megelégedésére új helyet találjunk neki. Az elképzelések szerint a mozgóbolt az intézmény parkolójában kaphatna új helyet, ugyanis hamarosan lejár az iskola uniós pályázatának fenntartási ideje, így a szakemberek újra tudják gondolni a parkolóhelyek kiosztását. Közlekedés szempontjából érkezett panasz a Simonyi Jenő utcából is, itt ugyanis a Zsák utca jelleg és a sok parkoló autó miatt a szemétszállítás gyakran akadozik. A másik probléma pedig, hogy a parkgondozó munkatársai, amikor a parkot rendbe rakják és füvet szeretnének nyírni, akkor egy bizonyosságban nem tudják a füvet lenyírni a parkolóautók miatt. Ezt a helyszíni bejárást egy szerdai napon tervezzük, amikor a szemétszállítás megtörténik. Az Ecetgyár és a Mikszáth Kálmán utcát összekötő szakaszsal kapcsolatban is érkeztek panaszok, itt ugyanis a járda teljesen tönkrement, használhatatlanná vált. Nagyon valószínű, hogy ezeket a járdalapokat fel kell szedni. Ha felszedjük, akkor kiderülhet a következő probléma, hogy ugyanezek a járdalapok már nem helyezhetők vissza. Jövő héten a helyszíni bejárás során a Városüzemeltetési Osztály munkatársai megvizsgálják, hogy ezek a járdalapok felszedhetők-e és sérülésmentesen visszahelyezhetők-e egy kisebb javítás keretében, vagy teljesen új járdalapokat kell majd leraknunk, és így megoldani ezt a járdaszakaszt. Ez azért is fontos, mert az említett kis utcában az út is rossz minőségű, és az éjszakai világítás is hiányos, amire még szintén keresik a megoldási lehetőségeket.